előre is küldtek. Igen, Ez volt a igen. felnőttség kezdete? Hát ez volt tulajdonképpen, igen. Nézd, én már egy nagyon nehéz világban nőttem föl, tehát ugye a németek bejöttek 44-be, és akkor mi már bujkálnunk kezdett március 19-én, akkor hát akkor még fiatal ember voltam, még nem is érettségiztem, mondjuk így. Úgyhogy addig nekem egy gyönyör életem volt. Tehát ha nem is voltam elkényeztetve, de azért tényleg egy gondunk nem volt, és egy érdekes világban nőttem a két háború között. Ugye? És attól kezdve jött a veszély. Hát amikor én elmenekültem, akkor az gyalog csináltam Jugoszláván keresztül. És emlékszem, amikor megérkeztem, azt hiszem 48. január 1-én Trieste-be, és láttam lenéztem ott az öbölbe, és ott volt az angol hadiflotta, angol zászló, elkezdtem sírni tőle, mert már előző nap még épp úgy csak úgy nem tudtam, ott leszek-e. Attól kezdve az életem egy kaland, tehát én tényleg 18 éves koromtól kezdve soha nem volt nyugtom, tehát nagyon keményen kellett dolgoznom, nagyon keményen kellett túlélnem, hát én akkor 48-ban lekerültem Rómába, ahol én egy garázsban mostam olajhordókat, hogy eltartsa magam. De este viszont felúsztuk a smokingot, és mentünk a Dolce Vitába, Rómába, tudod? De gyönyör, imádtam. Én nekem hiányzik ma az az élet. Ez a romantikus élet. Ja, imádtam. Annyi, nekem volt, egyik legjobb barátom volt, iskolatársam volt a Dreyer Béla, a Sörös. Hardy Dreyer Béla, aki máma Brüsszelben él. És mi együtt ő előttem jött még ki. És mi Rómába találkoztunk, 48 elején, és annyi pénzünk nem volt, hogy összevalahogyan egy szobába, két ágyba aludtunk, és annyi pénzünk nem volt, hogy ebédeljünk. Úgyhogy mi ettük ezeket a rizses kroketteket ebédre, és a cukort tettünk citrom koncentrátba, hogy erősítsük magunkat, és nappal nem keltünk föl, nehogy kalóriát égessünk. Szóval kiszámítottuk az életünket. De ennek ellenére remek, szóval csodálatos volt, élmény volt. Aztán tanultál, ugye jártál jogra, bölcsészkarra, majd közgázra. Igen. De mégis az itallal kezdtél el foglalkozni, annak ellenére, hogy a családi bizniszbe csak 1970-ben léptél be. Igen. Úgy van. Hát egész életemet én aztán, hamar kikerültem Amerikába, miért egy másik élmény. Azt hiszem bárki az én koromban akkor kikerült, mi magyar menekült, ahogy mondják, refugee, tudod. És nekem nagy szerencsém az volt, hogy én sose éltem, mint egy emigráns. Tehát én teljesen elutasítottam magamtól ezt az emigráns mentalitást, ami máig is legtöbb magyarban, vagy bármilyen mondjuk emigráns csoportban van, hogy ők abszolút nem akarnak asszimilálni. Hát New York-i magyarok nem beszélnek angolul 30 év után, vagy rosszul, ugye? Voltak olyan remek sztorik, tehát volt ott, de ez tényleg tények. Ahány magyar New Yorkban, annyi klub, ugye? Hát ez a széthúzás az ott is remekül működik. És volt egy olyan magyar katonai, egy ilyen katonatisztek klubja, akik játszották, akik kiszámították azt, hogyha ő kikerült New Yorkba, és akkor ő esetleg zászlós volt, akkor 20 év múlva őrnagy, és akkor úgy szólítottak egymás, őrnagy úr. És csináltatták, volt nyújjában egy magyar szabó, és csináltatták az egyenruhákat. És akkor este összejöttek egyenruhába, érted? Fiktív, őrnagy egyenruhába. És nappal szegény éjjeli portás volt, vagy nappali portás volt. De ebbe, de tulajdonképpen ezt így élték meg az emigrációt. Tehát én ennek soha nem akartam része lenni. Úgyhogy az első feleségem aztán nem csak amerikai volt, hanem ugye Mayflower. Ha Amerikában van úgynevezett arisztokrácia. Tehát én rögtön beleestem az amerikai életbe, tudod, úgyhogy... De akarva, tehát én mindig, tudod, ma is úgy érzem, hogy ha... Persze vannak kivételek, amikor nem lehet, tehát hogy odaállítasz, hogy dolgozott, aki autóalkatrészt kell, hogy egész nap szereljen, és nincs más kilátása, akkor hát ez van. De azt hiszem, az ember az életét muszáj, hogy a saját kezébe vegye, és ne engedje magát az élettől sodorni. Ez egy nagy különbség. Tehát öntudatosan saját életedet építeni. És mi történt azután, ugye az első feleséged, annak ellenére, hogy öt közös gyermetekek volt, ott hagyott téged. Mit csináltál?
Ezért. Én nem voltam egy mintaférj, mondjuk ezt így. Tehát én imádtam a nőket, ma is imádom őket, de most nagyon boldogan házas vagyok, úgyhogy ez már nem téma. De akkor nem voltam egy példakép, tudod, és hát elkapott magyarán. Lebuktál? Lebuktam, igen. És feleségem, tehát az amerikaiak rettentesen puritánok. Tehát ők azt nem bocsátják meg, tudod. Tehát ott ez valahogy Európában más, tudod. És amikor válnak, akkor aztán csúnyán válnak. Ott, hát azt jobban tud, mint én. Ott például Kaliforniában olyan törvények vannak, hogy 50%-a, ha gyárad van, az automatikusan a felesége, hogyha ha válni, tudod. Úgyhogy nem szívbajosak, tudod. Úgyhogy mondjuk a válás oka, én nem akartam válni. Nekem 5 gyerekem volt, nagyon szeretem a gyerekemet, ma is nagyon jó a viszonyom velük. De hát lebuktam, mondjuk így, tudod. Első emlékszem, az nekünk volt egy gyönyörű lakásunk New Yorkban, a Madison Avenue-n és a 73. utcában. És nekem lent volt a pincébe, volt egy kis irodám. Úgyhogy este kizártak a lakásba, és lementem a pincébe, úgy bőgtem, mint egy föltettem 18 kiló requiemet, és játszottam. Néztem a tükörbe, és írtam, tudod. Nagy sok volt, tudod. Senki nem akar válni, mert nem tudtam róla, abszolút nem tudtam. Váratlanul tért? Úgyhogy én visszajöttem Ausztriából, és beértem a lakásomba, és szokás szerelni, mindig azt mondta, menjünk el vacsorázni, és elmentünk egy nagyon jó kis francia bisztróba, tudod, és fölöttünk a bárba, és azt mondta, hogy van egy meglepetés. Na, mondom, mi van? Azt hittem, hogy bejelenti, hogy megyünk valahova. Azt mondta, válunk. Hát, és hát első reakciót volt. De emlékszem, hogy nem vesztettem el az önuramat, hanem azt mondtam, hogy cheers. Ez volt első, mondjuk, önvédelmi reakcióm, tudod. És akkor bejelentette azt, hogy mostantól kezdve nem beszélünk, itt van az ügyvédemnek a címe, és most már csak ügyvéden át közlekedünk. Ügyvédem meg azt mondta, tudod, hogy hát nehogy kiköltöz a lakásból, mert akkor avval vádolnak meg, hogy te hagyod el. Úgyhogy átmentünk neked a szörnyet, csak Amerikában van itt. Ott egy lakásban laksz, akkor más szobában reggel találkozás, akkor a folyosón majdnem elgáncsoljuk egymást. Szerintem mind keresztül mentem. Nem szeretném még egyszer megcsinálni. De mindesetre ez megtörtént. Ez volt 70-ben. És akkor volt, ami engem aztán megmentett, volt egy nagy szerelmem, egy amerikai lány, aki aztán átjött velem Ausztriába. 70-71-ben. Fontos szerepet játszott az életedben a szerelem? Igen. Nekem az életemben azt hiszem két szerelmem volt. Tehát az igazi szerelem, amikor azt mondod, hogy ez azt tudod. És máma például, én tényleg azt érzem, hogy most teljesen függően attól, hogy az ember, hogy nagyon, tényleg nagyon boldogan vagyok házas, én már nem tudnak igazán beleszeretni valakiben. Tehát tudnék esetleg valakit szeretni. De az, hogy beleesni, mint egy ilyen kamasz, tudod, az ember túl sokat. Habár, te sose tudni. Sose tudni. És egy utólag tulajdonképpen ennyi szerelem birtokában elfogadod a szerelmet, mint irányadót? Tehát követted a szerelmi ösztöneidet? Igen. Vagy pedig a szerelem vak? Nem voltam vak. Nem, abszolút nem. Tehát mondjuk az a két nagy szerepem, az nekem egy döntő szerepe volt az életemben. Az egyik ez az amerikai lány volt, akit rögtön mondjuk a válás közben azt ismertem meg, aki aztán ő egy nagyon híres fényképész nő volt, ő egy háborús reporter volt, kint volt annak idején Vietnamban. Tehát egy ilyen intellektuális lány volt, nagyon jó amerikai családból, rettentő kemény. Úgyhogy meg is keményített bizonyos fokig az életben, tudod. És követted a szerelmeid érzését általában, vagy úgy élted az életedet, és ahhoz úgy jöttek a szerelmek? Nem. Épp fordítva, inkább azt hiszem, hogyha volt, akkor az maradandó. Úgyhogy most ezzel a két lányjal, hölgyel, mi ma is a legjobb, tehát, ha lehet, akkor látjuk egymást. Ő most együtt él egy texasi, nagyon híres fényképésszel, aki tényleg egyik legjobb fényképész Amerikában, és ők jönnek hozzánk Olaszországban, mint vendégek meg. Tehát megtörtént. Én mindig azt hiszem, tudod, hogy bármilyen kapcsolatból az ember kimegy,
az, ha lehetséges, persze nagyon nehéz, akkor barátnak kell maradni, tudod, semmi érdemelnek az ellenség. Tehát nincs az, hogy én győztem,